Na, meg is hoztam nektek, itt vagyok, itt az a part 2, és akkor folytassuk tovább a 20. epizódot. Azt mondja, hogy szóval amikor te meghívsz valakit, akkor kikéred neki az a legolcsóbb italt, anélkül, hogy megkérdeznéd, hogy mit kér. Azt mondja, ez is jobb, mint a semmi. Köszönöm szedet, úriember. Egyébként azt hiszem, hogy mikor mentek tehát hazafelé, akkor tehát nem feltétlen Castiellel fogtok találkozni, vagy Castiellel, ahol tudom, vagy azzal a Nina, vagy nem Nina, Ninával, az a kislány, aki közül ávankadtam a Lisanderre. Na szóval, menjünk tovább. De meglepítésem elég jól szórakoztam. Na, lepővel is találkozunk útközben, vagy nem tudom. Parkon keresztül megyünk, lakás. Na, itt van Nina. Akkor csak ilyen Castell ilyen bónusz volt. Jó van, akkor mindegy, nem szóltam. Azt mondja, onnan mit csinálsz itt a házunk előtt? Vásárolni voltam, vettem néhány új ruhát. Ó, jól vagy? Nem igazán túl régóta nem láttam Lisandert, szerencsétlen. Azt mondja, ez változni fog, és nem most a nyílt napot szerveznek. Micsoda, úristen, oké, ez a csaj megőrült. Minek mondtam ezt el? Akkor bementek a sulitokba úgy, mint amikor a koncert volt? Ez szuper. Hát, mikor lesz? Meg kell addig keresnem a fényképezőgépemet. Még nem tudom a pályákat. Elmondom neki, hogy hány leszek Lisanderrel. Szóval, mert az biztos rajta van minden, mivel a táskám legalján van. Semmi gond, egyedül is rá fogok jönni, hurrá, ugrándozva elfutott. Hát, okés. Szerintem miért kell nekem erről beszélnem? Azért, mert túl is a lepcsös a fád. Na, hazaértem. Azt mondja, senki nem válaszolt a köszönésemre, valószínűleg egyedül vagyok itthon, de jó. Vagy nem. Azt mondja, ó, anya. Ez egy anya. Azt mondja, mikor szándékozod elpakolni a könyvédet a padlóról? Jaj, megijesztettél. Nem válaszol a kérdésemre. Mindjárt összeszedném őket. Köszönöm. Jaha, milyen kis kedveset, hogy felveszed a könyvédet, mert agyon csaplak. Kitépem a szívedet és megetetem a kutyákkal. Na jó, nem. Szóval, várj, anyu, alá kell iratnom veled valamit. Remélem nem egy újabb büntetés. Nem, egy nyílt nap előkes adás. Hála Istennek, tudod. Ó, a gimitben? Nehogy akar, nehogy el, gyere. Látom, te is vörös vagy, mint én. Elolvasta a tájékozatot, és felvette az asztalról egy oldalat, hogy aláírja. Igen. Az asztalod előad egy színdarabot, ez nagyszerű, mi lesz a darab? Azt mondja, megtudjuk, hogy viszont apunokán is alá kéne a papírt. Lemegyek tévézni, megmondom apádnak, hogy jöjjön fel ő is a szobádba. Minek? Vegy le a papírt, aztán majd én lemegyek érte. Na mindegy. Azt mondja, az apukám is megjelen néhány perccel később. Látni akartál? Hú, de kis fes fiatal ember vagy. Félig. Úgy nézzék, mint egy festő. Monsieur, monsieur. Azt mondja, alá szeretnék iratni veled valamit. Egy újabb büntetés? Már miért kérdezi mindig ezt, hogy újabb büntetés? Odaadta neked a tájékoztatót, nem ezt megedő, hogy a mállása. Anya, nem vagyok egy rossz gyerek, talán. Anya, ezt lehet tudom tenni magam. Nem kötelező jönnöd. Azt mondja, ki nem hagyhatom, hogy a kislányom fellép a színpadon. Összeborzolta a hajamat. A parókám! Ne piszkáld a parókám! Visszavettem a tájékoztatót, és letettem az íróasztalra. Azt mondja, a hétvége felé jött az a darab választás ideje. Na, új feladat, keresd meg Mr. Popsit, és add neki oda az aláírt tájékoztatót. Oké, és hol van Mr. Popsi? Na, akkor keressük meg a valakit. Ah, itt egy Kim. Azt mondja, hé, mit csinálsz itt? Azt mondja, hát semmi különöset, miért? Most választjuk ki a darabot, el kell mennünk a tornaterembe. A fenébe várját kell adnom a tájékoztatót Mr. Popsinak, mielőtt oda megyek. Miért nem adod oda utána? Félek, hogy elfelejtem. Majd figyelmeztetlek, gyere, persze, a koromnál fogva magával húzott. Magával húzott, de egyébként nekünk kell kimenni a folyosón, úgyhogy ennyivel, na mindegy. Csak akciópont pazarlás 1000-rel egyébként, de semmi gáz, még van. Szóval, hú, még épp időben, szóval mindenki itt van. És Kim kisasszonyok, már csak magukra váltunk, etadták Mr. Popshoz lájt lapokat? A megbízottan szeretem volna odaadni. Nem tud itt maradni ma este, mert sürgős órája lesz a sulin kívül, most kellene megkeresniük. Akciópont pazarlás 1000-rel! Ezt láttam, amíg Boris kiosztott az üres lapokat. Nagyon fantasztikus, köszönöm Kim, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Úgyhogy most vissza kell menni a ugyanabba a terembe, ide a B terembe, ahol voltunk, és mit van Mr. Popsi? Azt mondja, elnézést Mr. Popsi!
Már hamarabb oda kellett volna adnom. Átadtanak az aljas tájékoztatot, és bla bla bla. Szerencsé van már, épp én úgy készültem. Elvett a lapot, és beraktam egy mappába. Nagyszerű, mindenki beadta időben, odaadtam őket az igazgatónak. Most már mehetek? Tessék? Ja, persze, menj csak! Na végre. Na, új feladat, menj vissza Borishoz, a tornaterembe. Gyerekek, ez egy nagyon akciópont. Pazarló el... Miért is nem? Jó van. Végre megérkezett. Elnézést a késésért, remélem nem régóta várnak rám. Nem is vártunk rád, kap be. Megvázadom a darabot. De hogy elkezdtük róla beszélgetni. Azt mondja, jó, akkor jó. Mindegy, ötletek? Ötletek? Te használható ötletnek nevez a piroska és a farkast. A piroska a farkast szeretnék eladni a szüleink előtt? Pedig olyan a piroska és a farkast. Te jó ég, nincs más ajánlat. Mások az Alisodországban javasolták. Ja igen, majd mondanom, mi lesz a helyzet, ugye? Nem lenne jobb az egy klasszikus darab? Csipke Rózsika klasszikus darab. Magyarul a piroska és a farkas az Alisodországban és a Csipke Rózsa közül kell választanunk? Egy értelmes szín darab sincs a jóslatok között. Nyugalom, mindenki szavaz és meglátjuk, melyik darab lesz a legnépszerűbb következő. Kizárt dolog, hogy a közeli időutaságok közül válasszunk, találjátok ki mást. Pff, ez tök béna. Hogy választották ki ezt a három darabot, mindenki mást akar? Na, azt mondja, egy kis csendet kérnék, készfelnyújtásra fogunk szavazni, készen állnak? Hát, na most, ez nagyon fontos, ami most itt szavazunk, mert mindjárt is mondom, hogy miért. Nos, ha az átválasztjuk, akkor van a piroska és a farkas, akkor, hogyha azt választjátok, akkor két képet fogtok majd kapni a 21. epizódban. Castielest és Kentinest, azt hiszem. Mind a kettőt megvettek, de nem biztos. Így hirtelen. Azt mondja, akkor Castiel és Kentinnel lehet képet szerezni. Hogyha a B-re, akkor Arminnal és Lisandrrel lehet képet szerezni, és a legutolsóval csak Nathaniellel lehet. Én a B-t választom Alice Csodaországban, mert én Lisandrrel szeretnék képet. Úgyhogy B. Akkor az Alice Csodaországban fogjuk előadni. Megkönnyebbül csuhajok, sokat hallok a háttérben. Jól van. Ez a legkevésbé rossz a három közül. Tisztes lesz a játék. Igen, mert hogyha... Tehát Castiel nem fog örülni, hogyha az átválasztjuk, de ő lesz benne az egyik főszereplő, ugye ő lesz a farkas, és Kentin lesz a vadász. Én mindig is nagyon szeretem ezt a történetet. Azt mondja, öregem, elég érdekes az ízlésed. Hát igen. Jól van, most, ha kiválasztottuk a darabot, elkezdhetjük szervezni a meghallgatásokat. Meghallgatások? Persze, egy ilyen egyszerű nagy darabot is csak is legtehetségesebbiek okathatnak elő. Nem gyakran a darabról beszélünk, azt mondja, elkezdhetem önöknek egy kis szöveget, amit meg kell tanulniuk és elő kell adniuk a meghatáson során. Kettő meg a darabot fogjuk választani. Nem, mert csak egy ismert szöveg, ami semmi köze az, amit elő fognak adni. Az igazgató úgy gondolta, hogy nem tesz rosszat, ha megtanulnak egy kis klasszikus idézetet. Azt mondja, megnéztem, mi ez a szöveg, és az ormonológ. Wow, láttam? A végén mégiscsak tanulunk egy különböző bőrgenik. Vagy, nem tudom, mi kell mondani, jól van. Hirtelen nem megy ez már. Sietek, azt mondja, ja, mintha az igazgató meglehallgatta volna az orsóhajodat. Boris nem lesz nekünk, hogy hogyan fognak zajlani a dolgok. Ezt... egy hetünk van, hogy megtanuljuk a szöveget, ez alatt a hét alatt dolgozni fogunk a darab színházra adaptálásán. Amint kiosztottuk a szerepeket, el fognak kezdődni a próbák. Miután Boris befejezte a mondandóját, elhagytuk a tornatermet. Megoldott a feladatot? Oké, elhagytuk a tornatermet. Udvar. Valaki elkapta a csuklómat. Azt mondja, várj, hova sietsz? Hogy hova? Miért? Azt mondja, mert szükségem van rá, de emlékszel, hogy hogy mondtam, hogy én nem akarok a színpadon szerepelni? Szóval igen, mondtad, hogy a jelmezekkel szeretnél foglalkozni. Na akkor kattintsunk tovább. Pontosan, jössz beszélünk Borisszal, ha többen kérjük, akkor biztosan könnyebben igent mond. Aj, most menjek vissza. Én nem akarok jelmezekkel foglalkozni, játszani szeretnék. Akkor mondd meg neki, hogy mennyire tehetséges vagyok a varráshoz, én pedig azt mondom neki, hogy nagyszerű színésznő vagy. Magával húzott a tornaterembe. Magával húzott, de már megint nekem kell bemennem. Nagyon jó. Azt mondja, elfelejtettem, amit kisasszonyok? Azt mondja, miért? Kerülök én mindig ilyen szituációban, miért kerülök ilyen szituációban, nem is értem. Azt mondja, a szereposztás kapcsán szerettünk volna beszélni a tanár úrral.
Sajnálom, de nem vagyok megvesztegethető. Ha tökéletesen játszanak, az önöké lesz a legjobb szerep következő. Dehogy nem akartam megvesztegetni, csak arra szeretnénk kérni, hogy én készítessem a jelmezeket. Nem szeretnék a színpadon szerepelni, viszont... Viszont arra kéne raknom, amiket csináltam. Nem szeretnék őszni, foglalkoznék a jelmezekkel. Azt mondja, hogy következő, tényleg? Ez a fej! Tényleg nagyon élt a ruhákhoz, tehát is teljesen újjá varázsolta. Ha ennyire ragaszkodik hozzá kedves Rozália, és a többiek sincsenek ellene, akkor elfogadom. Mr. Popsi azért... beszélj azért Mr. Popsival, oké, beszélj Mr. Popsival. Hurrá, szuper, sutogok, nem tudjuk meg a többi blablabla. Sutogok benne lesznek, mert ő azt mondja, és akkor széjjel vár mindenkit, ha nem. Jesszus, néha kicsit filmesen tud lenni, igen. Mi van, Mr. Popsit kell megkeresni. Ó, anyám! És innentől lesz egy kicsit nehézkes a dolgom, mert nem baj, nem megyek veled. Nem megyek veled Mr. Popsihoz? Hát... dehogy, ha Boriszt ilyen könnyű volt meggyőzni, akkor nem lesz nehéz dolgom a mi kis tanárunkkal sem. Akkor szia! Dudarászva elindult. Azt mondja, új feladat, kérdezd meg a srácokat, mert mondjuk a kiválasztott darabról. De jó. És most elkezdhetem őket keresgélni, ugye? Azt mondja, fügyőrészik a darabválasztásról, lett ilyen jó kedved? Azt mondja, micsoda, ja, nem igazán, nem tetszik egy darab sem. Akkor miért dudarászol? Nem dudarászok, hanem fügyőrészek. Az nem ugyanaz! Majdnem ugyanaz, de mindegy. A használattől van szó, jó kedvem. Alig várom, hogy biztos zsenel is lesz. Hát, azt mondjam... Na igen, nem baj, ha legalább lesz egy kis akció. Na nézzük, mit kell választani. Azt mondja, hogy... itt a C-t kell választani, tehát bármelyik szerepet... Ugye bármelyik is választhatok, hogy... mi az... Piroska és a farkas, vagy ilyesmi, mindig a C-t kell választani, mert ugyanazok a dolgok lesznek. Azt mondja, lehet, hogy... nekünk kell majd egymással harcolnunk. Szóval, akkor remélem én leszek a gonosz. Miért? Hát, még a játékból sem szeretnélek bántani. Persze, hogy nem. De ez nem is igazi küzdelem lenne? Dehogy nem, de ha rossz szerepet kapnád, akkor cserélünk, jó? Há, jó, bár nem biztos, hogy engedik majd. Na, jó, akkor menjünk tovább. Dökös terem, nincs itt senki, egyértelmű, mindjárt sejtettem. Azt mondja, na mit szólsz a darabhoz? Azt mondja, rosszabb is lehetett volna. Nem szeret az Alisod országban, de ez egy kedves történet. Én is szeretem, ráadásul ez volt a legkevésbé gyerekes. Azt mondja, igen, el sem tudom képzelni, mekkora katasztrofa lett volna, ha a piroska és a farkast választjuk. Hogyha a piroska és a farkast választottátok, akkor A és B lehetőség közül lehet választani, az A lehetőség majd csökkenti a mérőnket, de majd később, tehát nem azonnal fog az a mérő csökkenni. Ha a B-t választok, meg azonnal csökken a mérőtök, de azt nem tudom, hogy mennyivel hirtelen. Hogyha a B-t választottok, mint én a Alice csodaországban, akkor az A-ra kell nyomni, mert ez feljebb viszi a mérőnket, a többi meg azt hiszem az semleges. Ez meg az, hogy leviszi, nem tudom itt pontosan, de az A a jó. Illetve, hogyha az utolsó megoldást választjátok, akkor nem tudom. Én már nem tudok mindent így fejből, teljes mértékben. Akkor legyen az A. Ugye picit ment fel a mérünk, azt mondja, én is erre szavaztam. Tényleg, akkor ez tökéletes. Lehet, bár nem tudom, melyik szerepet osztják rám. Nincs rossz szerep az Alice csodaországban című darabban, de van egy, amelyik miatt többször is kasztjelre kéne játszanom. Erre nem gondoltam. Na, megyünk tovább. B-terem. Lisander. Azt mondja, hogy nagyon örülsz, hogy ez a darabot választottuk, amiket te is akartad. Ó, nézd, hogy mire szavazok. Te kukkoltál? Te kukkoltál? Mondjuk úgy, hogy van a szemem szóval. Az Alice csodaországban igen, szeretem. Szerintem szuper darab lesz belőle. Akármelyik történetből szuper darabot lehet csinálni, ha jól játszanak a színészek. Uh-huh. Na, szintén választási lehetőségünk. Hogyha a piroska és a farkas választottak, akkor Lisanderrel azt hiszem nem lesz beszélgetés, úgy mint a Nathaniel-nál az utolsó, hogyha... Tehát, hogy a célt választottátok, azt nem tudom már melyik volt a piroska farkas, Alice csodaországban is. Mit tudom én, ilyen Pán Péter, nem tudom. Nem, de akkor Natalia nem beszélgettek, illetve hogyha
piroskos a farkas parasztatok, akkor viszont nem fogtok beszélgetni, azt hiszem, Lizanderrel. És viszont, ha a bélt vagy a célt választatok, akkor viszont igen. Na, akkor itt mit kell választani? Mindkét esetben a B-t kell választani. Mert felhívsz a mérünket, igaz, hogy ha sikerült megszerveznünk egy koncertet, a színdarab már nem lehet nehéz ezek után, igen, de ez alkalommal nem egyedül lesztek a színpadon. Ó, ezen aggódsz? Egy kicsit igen, ez aranyos, micsoda. Már is izgulsz, pedig még ki sem osztottuk a szerepeket, szerintem ez aranyos. Most gúnyolodsz? Mondd meg! Nem tennék ilyet minden esetre, ha nem múlik el az izgalom, gyere oda hozzám, és majd megpróbálok megmutatni, ha van egy-két... van egy-két jól bevált tippem. Köszönöm, Lizan, de olyan magam biztosan tud lenni. Oké, menjünk tovább. Itt van egy Armin. Azt mondja, ha valaki azt mondja, hogy csalódott vagy. Eltaláltad, basszus, ez a darab hihetetlenül béna. Dehogy ne aggódj, ezen jól fogunk érezni magunkat. Egyben a harcmenet lesz jó. Én egy kicsit félek tőle, hogy milyen lesz. Na, itt is szintén. Választási lehetőségek. Azt mondja, hogy itt egy kutya az ölembe, meg ide mászik jelen pillanatban, de jó. Hogyha szintén piroska és a farkas választatok, akkor vele nem fogunk beszélgetni, illetve ha a B-t és a C-t, akkor mind a két esetben a B a jó válasz. Kíváncsi vagyok, mi lesz belőle. Ne már, Csibi. Azt mondja, igen is. Én is, lehet, hogy vannak igazi színei szpalánták az osztályban, ember jól tud színészkedni. Jaj, de nem akarom, hogy ő játssza a főszerepet, az elviselhetetlen lenne. Én sem, de ő a legtehetségesebb, akkor nincs mit tennünk. Remélem, te jobb leszel nála. Megveregette a hátamat, remélem. Azt mondja, legalább Rosalia jelmeziben lehetünk. Ha, már mondta neked is? Ja, pedig akkor még kisebb választok a darabot. Nekem is előadta, jó. Kit kell még megkerestek? Tök jó kérdés, mi? Nem tudom, hogy ki hol lesz, az a baj, most ilyen akciópontos költekezésbe fogok belekezdeni, sajnos. Már megint eltűnnek itt, nem akarok megadni az összes akciópontomat, légy ne! Szerintem mindenkit megtaláltam már, akit lehet. Már mindenkinek megvolt elméletileg a beszélgetés. Itt egy Castiel. Nem, ő még nem volt. Szóval a szerencsénk volt, ez még a kevésbé bizonyítottak közé tartozik. Igen, az örökségre szavaztam. Tudom, láttam. Hogy azt mondja, hogy igen, Castiel. Azt mondja, szerintem ez a történet, amelyben mindenki bolond, jól illik a sulinkhoz, nem gondolod? Na, a lényeg az, hogyha a... piroska és a farkas választjátok, akkor a B-t ne nyomjátok meg, majd a válasz lehetőség, nem az rossz levisze mérőtöket, vagy az A-t vagy a C-t választjátok. Most így pontosan nem tudom, hogy melyik, illetve vagy semleges, vagy felviszi. Azt mondja, hogy ha a B-t választjátok, azaz Alice csoda országban, akkor vagy a... azt mondja, hogy Alice csoda országnál a C-t kell választani, mert az a jó, ez pontosan semleges, illetve talán felviszi a mérünket is. De az attól függ, nem tudom már mitől, persze. Illetve, hogyha a csipkelmusikát választottátok, akkor viszont kettő lehetőség közül lehet választani, vagy A, vagy B, és ott a B-t kell választani, szintén semleges, illetve felviszi a mérőt. Úgyhogy megnyomom a C-t. Szóval hő a legidőtebb az összes közül. Azt mondja, pont ez jó lenne neked. Fel is vitte picit a mérőt, komolyan én blablabla. Mert akárhányszor megszólal, mindig meg akarod tőle kérdezni, hogy kitől veszi a drogot. Ez hülye. Na, de jó, hogy itt vagy. Mi történt? Szeretném honnan próbálni velünk? Szóval lenne, hogy többen lennénk. Hát... amit borszolott nekünk. Nem a kezünkben lesz a szöveg, úgy egyszerűbb lesz. Már megijedtem. Akkor csatlakozol hozzánk? Igen, szívesen igazatok van, többen izgalmasabb lesz. Szuper, alig várom következő. Na és elindulok hazafelé. Kisezem a suliból. Na akkor új feladat, menj haza. Hát, azon vagyok, látjátok. Na. Szerintem itt el is búcsúzom, és akkor jön a part 3, már nem sok van a végéből, lehet, hogy csak egy ilyen pár perces rész lesz, de nézzétek meg. Úgyhogy sziasztok!